A Queen brit rock együttes volt, amelyet 1971-ben alapított Freddie Mercury, Brian May, John Deacon és Roger Taylor. Az 1970-es évek elején glam rock, rock és heavy metal stílusú túlprodukált albumokkal rétegzetének és gitárharmoniákkal értek el angliai ismertséget és kritikai sikereket. Világhírt az 1975-ben megjelent a Night at the Opera című albumokkal és az azon szereplő Bohemian rhapsody érték el. A zenéjük kisebb, egyre populárisabb, közönségbarátabb lett. A 82-ben megjelent Hot Space albumokon Pink és R.B. hangzással kisreteztek, ezt a közönség és a kritika is hűvösebb fogadta. Ezután a 80-as években még pupul, populárisabb rádióbaráta lemezeket jelentettek meg, és bár Amerikában sosem tudtak újra sikeresek lenni, a világ többi részén a korszak egyik legismertebb együttesének számítottak. Mercury 1991-es halála után már csak egy régi felvételeket tartalmazó albumot adtak ki, majd gyakorlatilag feloszlottak. Deacon 1997-ben visszavonult a zenéléstől, de mély és Taylor továbbra is használták az együttes nevét, kezdetben csak különféle előadókkal való ön Feldolgozások során. 2004-től pedig Paul Rogers énekessel, a Queen Plus plus. Rogers együttes keretén belül. 2008-ban lemezt adtak ki, de Cosmos Rock címmel, ami negatív kereskedelmi és kritikai fogadtatásban részesült, ennek eredményeként 2009-ben feloszlottak. Visszatekintve a kritikusok véleményére megoszlik az együttes jelentőségéről. Bár több későbbi előadóra voltak jelentős befolyással, a 80-as években kiadott lemezeiket a kritikusok egyrészt erősen elmarasztalta. Világszerte több mint 150 millió albumot adtak el, csak a Amerikában 32-t. Híresek voltak hatásos rockkoncertjőikről, rock a korszerű színpadtechnikájukról, és Mercury teatrális előadásmódjáról. Feléptek az 1985-ös Live It koncerten, ezt az előadásokat a kritikusok és közvélemény kutatások a zenetörténelem legjobb koncert között sorolják. És ennyi bevezető után, térjünk rá a Queennek nek a történetéhez, jó szórakozást kívánok hozzá, illetve írjátok meg a kedvenc dalukat tőlük, hogy mit szerettek, és kitérek a filmhez is. Lássuk! Brian May és Tim Staffel 1968-ban egyetemist a korukban alapítottak egy együttest, Smile néven. Az egyetemen egy hirdetésben Ginger Baker típusú dobost kerestek, így találkoztak Roger Taylorral. A Mercury Records nevű lemezcéggel kötöttek szerződést, és felvettek pár dalt a Trident stúdióban, megjelent egy kis lemezük is, az Earth and és a Steep on Me, de nem keltett feltűnést. A kudarc hatására Stephen eltávolodott az együttestől, majd 1970-ben ki is lépett, Ekkor került az énekes posztra Freddie Mercury, aki már korábban ismerte az együttest, ellátogatott a próbáikra is. Mercury ötete volt, hogy Queennek nevezzék el az új együttest, mert tetszett neki a szó kétértelműsége. Zárójelben az angol szlengben női ruhába öltözött homoszexualitás jelentése is van. Szerintem jól kifejezte az általuk játszani kívánt zene felséges és bizarr közönség kettőségét hogy teljessé tegyék az együttes basszusgitárosokat, hallgattak meg, így találkoztak 1971-ben John Deaconnal. Ettől kezdve már kisebb eseményeken is felléptek, de még megtartották az eredeti foglalkozásokat is. 72-ben sikerült felkeltenünk egy kiadó figyelmét. Akkoriban a Delane Lea Studio az új hangtechnikai berendezéseit próbáltatta ki ismeretlen együttesekkel, ide került a queen is bejutnia, ahol csekély stúdió időért és demo felvételi lehetőségét cserébe tesztelték a rendszert. Az egyik ilyen felvételű során figyelt fel rájuk Roy Thomas Baker és John Anthony, akik a Trident Studio alkalmazottai voltak. A Trident akkoriban lemezkiadással akarta bővíteni a tevékenységét, ezért szerződést ajánlottak az együttesnek, amelybe fizetést és stúdióidőt garantáltak a felvételekhez, valamit elvállalták a Queen képviseletét és felvételek terjesztését a kiadó felé. Közös elhatározás szerint minden már a Delaine leában felvett dalt újra felvettek. Kivétel volt ez alatt a Nine Comes Down, ennek nem voltak elégedettek az új felvételével, ezért az eredetit használták fel. A dalokból összeállított Queen album 1973 júliusában jelent meg, majd egy évvel a felvételek után. A stílusa a korszak heavy metal zenét idézte. Az együttesre később jellemző jegyek, mint a több szólamú vokál, a rétegzett gitárhangzás, valamint a több tételes dalszerkezet pedig már itt képviseltették magukat. Már a kiadó megfelelően reklámozta, mégis nagyon csekély eladásokat produkált, és az eladási listára is csak egy évvel később, a második albumuk sikere után került fel. A kritikusok alapvetően pozitívan fogadták, a Rolling Stone magazin kritikusa a nagyszerű debütálásnak tartotta, a Winnipeg Free Press pedig az együttes zenéjét, a Black Sabbath a Led Zeppelinhez, és Jimi Hendrix hasonlította a zenei anyagot, nagy energiájúnak tartotta. A két kiadott kislemez, a Keep Yourself Alive és a Layer, bár jó kritikákat kaptak, egyetlen is sem kerültek fel. Évekkel később az Arm Music kritikusa a Quint minden idők egyik legalulértékeltebb debütáló albumának nevezte. 1977-ben jelent meg a Queen 2 album megjelenése egy kisebb nyomdahibba és az 73-as olajválságot követő megszorítások miatt késett. Az album dalai egységesenben a hagyományosnál két oldalát, A és B oldalak helyett fekete és fehér oldalaknak nevezték el, még a fehér oldalra egy kivétellel csak mely írdalokat, addig a fekete oldal Mercury dalai tartalmazta. Bár nem konkrét a konceptalbum tartalmazza azoknak a bizonyos tulajdonságait. Egységes hangú szerzemények, felosztott oldalak és egybefogó dalok. Egybefolyó. Ez az együttes legsötétebb és legnehezebb albuma. Komplex szerkezetű virtuózú, virtuóz hangszerelésű és misztikus témájú dalokkal. Az albumot vegyesen fogadták, sokan épp a túlprodukáltságot és a túljátszottságot rótták fel az albumnak. A Melody Maker írója szerint hiányzik a zenéjük, tartalmi mélysége. A Record Mirror szerint az album jól megmutatja a glam rock gyenge oldalát, ellenben a Sounds magazin kedvező kritikát adott, a lemez a legjobb oldaláról mutatta be az együttest. Az albumon megjelent a Seven Says of kis kislemez ismert sláger -e lett, jól fogadta a kritika is, és a tizedik helyet érte el a brit slágerlistán. listán. Az album borítója az együttes később legendássá vált pózát ábrázolta, amin sötétített háttér előtt megvilágítva látható a tagok arca. A képet mikrofényképész készítette egy Merlin Date fénykép alapján, ami a Shanghai Express című filmben látható. A Led Zeppelin és Tete is benne van valahol, mert ők voltak a kendvenceik, de amiben próbálunk különbözni tőlük, az a rétegzett hangzás. A Te vúra ra jellemző a nyílt gitárong és a Fred Father to számban, ez az benne van, de a mi hangzásunk sokkal inkább az eltúzott erős gitárhangra alapul. Brian May a Queen 2-ről. 74-es amerikai turné során Maynél fertőző májgyulladást diagnosztizáltak, ezért, hogy elkerüljék a karanténba kerülést, az egész együttesnek vissza kellett térni Angliába. Mi alatt May kórházban lábadozott, az együttes úgy gondolta, hogy a kényszerű szabadságot az új lemez felvételével töltik. Mivel úgy gondolták, hogy a túlbonyolított Queen 2-t nehezen értették meg, ha a hazalgatók, az 1974. november 8-án megjelent Sheer Hír szándékosan slágeresebbre csinálták. Első kislemez a Killer Queen volt. Az együttes első angliai slágere, ami slágerlistán a második helyet érte el, és egyedülálló módon keresztezte a kabarézenét a hard a fontos dal az albumnak a Stone Cold Crazy, ami egészen a 70-es évek elejéből származik. Szokatlanul gyors tempója, dob és gitár kísérlete, a pedig speed és trash metal stílusú egyik legkorábbi képviselőjé teszik. 1991-ben a Metallica feldolgozást készített belőle, mely két dala az albumon a Now I Am Here, és a Brighton Rock mindkettő jelentős gitárkísérletet rendelkeztek. Brighton Rock egy gitárszolója később a koncertek állandó részévé vált, és a 80-as évekre egészen 9 percesre dúzzat. Az album a második helyet ért el Angliában, és nagy részt pozitív kritikákat kapott, manapság pedig az Együttes egyik legjobb lemezének tartják. Az Arm Music kritikusa szerint hidat jelent az Együttes korai heavy metal és későbbi pop-rock hangzásra között. 1975-re az ellentét feloldhatatlannak tűnt az együttes és a stúdió között. Előbbiek nehezményezték, hogy a Sheer helyért Etek jelentős sikerei ellenére akkor még mindig csak heti fizetést kaptak, utóbbi viszont keveselte az addigi elért sikereket. Jim Beach menedzser segítségével végül, végül közös megegyezéssel felmondták a szerződést. Bizonytalan volt az együttes sorsa. A tagok között felmerült a feloszlás lehetősége is, és egy darabig úgy tűnt, hogy Peter Grant a Led Zeppelin menedzsere viszi tovább az ügyeiket. Zárójelben a Sven Songs Records irányítása alatt. Végül John Reid lett a menedzserük egészen 1978-ig, ettől kezdve a Trident Studio kiadásával, az EMI Amerikába pedig az Elektra Records közvetlenül adta ki az együttes Mély elmondása szerint úgy indultak neki a negyedik album készítésének, hogy eldöntötték, ha nem lesz sikeres, feloszhatják az együttest. Ugyanebben az évben jelent meg a legkiresebb lemezük, az a Night Aid the Opera. Ez volt az első albumuk, ami listavezető lett a brit album listán. Amerikában pedig 1976-ban arany lett. A dolog felvételének rengeteg időt töltöttek. Összesen 10 különböző stúdióban dolgoztak, és pályafutásuk során elsőként 24 sávos felvételi technológiát használtak. Így korának a legdrágább stúdióalbuma lett mind a négy tag részt vett a dalok írásában. Brian May írta például az epikus The Popperettes, Sanct, Mercury a későbbi koncert kedvenc Love of Mind, a Taylor a Blue Rock szerű I'm Love In With My Car, Deacon pedig első kislemes slágerekét a Your My Best Friend-et, amely a hetedik helyet érte el a brit slágerlistán. A Mercury által alkotott Bohemian Rhapsody volt a lemez csúcspontja. A felvételével három hetet töltöttek el akkoriban, egy egész albumot felvettek ennyi idő alatt. Bár a hossza miatt 5 perc, 55 másodperc volt, eredetileg kisebb akarták addig kislemezen megjelenés után mégis 9 hétig vezette a Pri brit listát, amely sokáig abszolút rekordnak számított. A hozzá készült videoklip az első között használta a videó médiumát, egy dal reklámozásához, és közvetlen befolyása által hozzáért az 1980-as évek videoklip korszakának kialakulásához. A rendező Bruce Gowers volt, aki a rendezés során az együttes ötleteit is felhasználta. A kezdő és befejező képen látható híres pózt, hát amit láttak az emberek, tehát amit mutattam is, hogy az 1974-es Queen 2 album borítójáról mintázta, a korabeli kritika nagy részt pozitívan fogadta, kiemelték a zene sok színűségét és humorát. Még az együttes addigi albumait negatívan fogadó Rolling Stone magazin is kedvelő is kedvező kritikát írt, a stílusban a legerősebbnek nevezte az együttest, a Melody Maker kritikusa pedig így fogalmazott. A hajam égnek áll, de ha a józene, és nem zavar, ha bolondnak néznek, megveszed. Napainkban az együttes legjobb lemezének tartják. És ez így igaz. A 76-os Day Eight The Race sok kritikus szerint az, az a Night Day opera szimbolikus folytatása. Ugyanúgy Mark, a Marx testvérek egy filmjéről a Botrány az ügetőnről kapta a címét, Ugyanaz a borító koncepció jellemezte csak fehérben, és ugyanaz a zenei sokszínűség található meg rajta. Az album vezető kislemeze az Arét Frank Franklin inspirálta, Somebody to Love széleskörű vélemények szerint az együttes legmagasabb szintű vokális teljesítménye. Mercury, May és Taylor énekét többszörösen egymásra másolták, így lett egy valódi kosper kórus látszatát keltik. A kislemez második helyet érte el a Brit listán. A B oldalán szereplő White Man az első volt az együttes, nem túl gyakori politikai jelentésű dalajnak. Az amerikai benszülöttek ellen a fehér ember által elkövetett bűnöket sorolja fel. A lemez második kislemez a Tie Your Mother Down kereskedelmének ugyan nem lett sikeres. Idővel mégis a koncertek egyik legkedveltebb dala lett. Brian May egy olyan gitár gitár riffet épített bele, melyet az S egyser festményhez hasonlított. A hallgató számára úgy tűnik, mintha a hangszín folyamatosan emelkedne, de néhány ütem után rá kell jönni, hogy valójában semmit sem változott. A szaklapok meglehetősen hidegen fogadták, nem egy írás kiemelte, hogy mennyire hasonlít az elődjéhez, és azzal vádolták az együttest, hogy a már egyszer bevált hangzást akarja újra hasznosítani. Még az album felvetei közben adtak egy ingyen koncertet a London Hyde Parkban, hogy a hűséges rajongóknak megköszönjék a kitartásukat. Az előadás az együttes történetének egyik leghíresebb koncertje lett. A nézőszám egyes források szerint 150 ezer és 200 ezer közöttére volt tehető, ez ott az addig legnagyobb közönség, amely előtt koncertet adtak. Egy emlékezetes eladás után a Staffordi Binglehelben, ahol a közönség tovább énekelt, miután mi már elhagytuk a színpadot, reggel arra ébredtem, hogy fejembe volt a Weaver Rocky ötlete. Fred és én úgy gondoltuk ki, érdekes kísérlet lenne kimondottan úgy írni a dalokat, hogy számítok a közönség részvételére. Ez Brian May mondta. Az 1977-es News of the World kisebb fordulópont volt az együttes történetében, a hangzásuk jelentősen egyszerűsödött a kimunkált vokálok és precíz hangszerelés helyett, az egyszerűség a spontán rock and roll került előtérben. Az album két legkéresebb dala a We Are The Champions és a We Will Rock you. Mercury és May koncert élményei született meg, azzal a szándékkal, hogy élőben a közönség együtt tudja énekelni az együttessel. A két dal egy kislemezen jelent meg, egyes országokban dupla A oldalas kislemezen, és nagy siker lett. Angliában a második, Amerikában a negyedik helyet ért el a slágerlisten. Az It's Late című dal később Eddie Van Halen révén híressé vált, Tapping gitártechnika alkalmazására volt az egyik legelső példa. Mely állítása szerint a technikát egy texasi Bar zenésztől leste el, aki Billy Gibbons-t a Zizi top gitáros a gyomán játszotta. Bár a kritikusok vegyesen fogadták a lemez nagyon jól fogyott, a harmadik helyet ért el Amerikában, és több millió példányban kelt, vi el, kelt el világszerte. Még ebben az évben független, független ettek John Ray-től, ettől kezdve az együttes menedzsere önmagát. 1978-ban jelent meg a botrányokkal kísért jazz album. Bár a News of the World után visszatérve a korai évek hangzásához, ez is egy sokszínű lemez volt, mégis kevés elismerést kapott. Legelső kis lemez a dupla állodalas Pince Race, Fat Bottom and Girls volt. Az előbbi azért okozott botrányt, mert a videóklipében mesztelen nőkkerék pároztak, utóbbi a miatt váltott ki nem, nem, tetszést. Az elutasítást egészen odáig terjedt, hogy Amerikában nem engedték megjelenítetni a kislemez eredeti borítóját, amilyen az egyik mesztelen biciklista volt látható, csak miután elfették az ed intim részeket. A rajongók egy részét is elriasztotta ez az eset, többen panaszkodtak, hogy az együttes kicsúfolta az addig ráélemző spiritualitást. A lemez a kritikus sok is fogadták, a Rolling Stones magazin kritikusa pedig később írássé váltó cikkében egyenesen fasisztának titulálta az együttes ipari hozzáállását. Ugyanebben az évben, 78-ban a Jazz Tour során rögzített dologból állították össze az 1979-ben megjelenő Live Killers koncertalbumot. Ez volt az együttes első koncertalbuma és az első dupla albuma. A dalok kiválasztását és keverését Montreux Montage studio végezték el, Ekkor kerültek először munkakapcsolatba David Richards hangtechnikussal. A stúdió annyira elnyerte a tetszésüket, hogy még abban az évben megvásárolták, így több későbbi album felvételei zajlottak. A koncertalbum sikeres volt, a második helyet érte el a brit albumlistán, a 16. helyet a Billboard Top, top 200-ason. May és Taylor később úgy nyilatkoztak, hogy nem voltak elégedettek az album végső keverésével. Ennek ellenére a kritikusok pozitívan nyilatkoztak róla. Egy kis is megjelent róla, Love of My Life, akusztikus gitárral átdolgozott koncertverziója, de mind kereskedelmileg, mind kritikailag rosszul szerepelt. 1980-ban megjelent a The Game album minden addigi munkájuknál könnyedebbre, pop orientáltabbra sikerült, a nyers gitárszólókat visszafogott ritmusgitár váltotta fel, a hangszerelésben mind nagyobb szerepet kapott a szintetizátoros kísérletezés. Előtérbe került a ritmus szekció, több dalban a funk és R&B zene hatása figyelhető meg. A felvételek során elsőként dolgoztak Reinhold Mac, aki új munkamódszerrel ismertette meg az együttest. Míg azelőtt a felvétel minden részletét a végletekig tökéletesítették, addig az új producerrel gyorsan haladtak a felvételek. A lemez nagy sikereket ért el Amerikában, ahol addig nem sikerült igazi áttörést elérniük. Az első helyet érte el, ért el a listán, és több millió példányban kelt el. Két nagyon sikeres kislemezt jelent meg róla, a Rackbilly-szerű Crazy Little Thing Called Love és az együttes legsikeresebb slágerévé váló Another One Beat The Dust, amely egy egyaránt sikereket ért el a Dance Pop és R&B slágerlistákon. Utóbbi kislemez akkora új rajongó bázist. Szerzett az együttesnek, hogy sok rajongó azt hitte, hogy a Queen, amelyről addig még sosem hallottak, afroamerikai zenekar. A kritikusok ezt a lemezt is vegyesen fogadták, a Record Mirror magazin kritikusait kezdte az írását. Szerettem a Queen-t, szerettem a Queen-t. Ugyanakkor az a South szerint olyan, mint egy fáradt öregember, valkis is összetört. 1980-ban az Another One By The dust tot legjobb vokális zenekar kategóriában Grammy díjra jelölték, de a díjat nem nyerte el. Még ugyanebben az év elején a Dino de Lawrence producer felkérte az együttest a Flash Gordon című science fiction filmzenének megírásához. A Flash Gordon című filmzene album 1980. december 8-án jelent meg, zeneileg a game újszerű hangzását vitte tovább. Erősen épített a szintetizátor használatára, és a hagyományos rockdalok helyett a legtöbb tétel aláfestő zöreiből, zörejekből és filmből vett párbeszédekből állt. Ennek ellenére az albumot jól fogadták a kritikusok, a minimalista Flash kislemeze a tizedik helyet ért el a sláger slágerlistán. Egy évvel később, 1981-ben Nagyszobású dél-amerikai turnéba kezdtek. Nyugati rockzenészek közül elsőként léptek fel stadionban, többek között Brazíliában és Venezuelában. A koncertek hatalmas érdeklődésre tartottak számot, São Paulo-ban 131 ezer ember előtt léptek fel, két nap alatt pedig 251 ezer ember látta a koncertjüket. Feléptek a diktatúra uralta Argentinában is, emiatt később sok kritika érte őket. Ugyancsak 81-ben jelent meg David Bowie-val a közös Under Pressure kislemez, amely a második lista vezető kislemezük Angliában. Egy véletlen találkozás eredménye volt Bobby épp Montrose-ban járt, amikor megtudta, hogy a Queen a Mountain studio dolgozik, így meglátogatta őket. Ugyanebben az évben megjelent az első válogatás albumuk, a Greatest Hills. Országon két változó dolgokat jelent meg, figyelembe véve, hogy hol melyik dolog lettek sikeresek. A kiadványjal párhuzamosan megjelent a Greatest Pix gyűjtemény, ami az együttes készült fotókat, valamint a Greatest Fix, amely a videóklipeket gyűjtötte össze. A kevesebb több csináljuk még lazábra is, kevés gitár legyen rajta. Brian May a Hot Space irányvonaláról. És 1982-ben meg is jelent a Hot Space album, az 1980-as Another One byte the Dust átütő sikere arra inspirálta az együttest, hogy a funk és a diszkó stílusba kísérletezzen, ennek megfelelően a legtöbb dalnak monoton szintetizátoros alapjai voltak, és hiányzott a karakteres kísérlet. Bár a kritika viszonylag jól fogadta a lemezt, az együttes megszokott hangzásához ragaszkodó rajongók elutasították. Ugyanaz album Body Language kislemeze a 11. helyet érte el a Billboard Hot 100-as listán, a hozzákészült nem játszik, Szólt el az MTV, mert túl sok mesztelenség volt benne. Részben a sikertelenség miatt az együttes elhagyta addigi amerikai kiadóját, az Elektrát, és átszerződött a Capitol Recordshoz. Az album bemutató koncertjét a Milton Keynes Blomban tartották, és az egész műsort felvették. Gavin Taylor rendező irányításával a televízióba való leadáshoz. Ez a koncert adja az anyagát a 2004-es Queen on Fire Live at the Ball koncertalbumnak a DVD-nek. A Hot Space sikertelenségének hatására, valamint a személyes feszültségek miatt az 1983-as év nem az együttesről szólt a tagoknak. Mély egy mini album a Starfleet Project létrehozásával fáradozott, más híres gitárosokkal, mint Edin van Halen és Ellen Grazer. Mercury szóló tervény dolgozott, valamint Deacon és Taylor társaságában session zenészi feladatokat vállalt. 83. október 26-án az amerikai kudarcok miatt elhagyták az elektra kiadót, és átszerződött szerződtek a kapitolhoz. Mivel elkeltelenítette őket az új hangzással próbálkozott, ho, próbálkozó Hot Space sikertelensége, úgy döntöttek, hogy a következő albumokkal visszatérnek az együttes hagyományos rock hangzáshoz. A The Works 1984-ben jelent meg, és világszerte nagy siker volt. Ugyanakkor Amerikában elutasításra talált, nem lett sikeresebb a Hot Space-nél, vezetők kiismerze a Radio Gaga nemzetközi siker lett, de Amerikában csak a 16. helyet érte el a slágerlisten. Ráadásul az I Want To Break Free című dalhoz készült klipet nem játszotta le az MTV, mert Amerikában felháborodás keltett, hogy négy tag nőnek öltözve jelent meg a filmben. Csak egy paródiát akartak készíteni az Angliában évtizedek óta sikeres Coronation Street című Szapan operából, mégis támadások érték a zenekart. A sajtó transvestitáknak és homoszexuálisoknak nevezte őket. Visszatekintve a maguk az együttes tagjai úgy gondolták, hogy emiatt a klip miatt nem tudtak többé sikeres lenni Amerikában. Ennek ellenére a világ többi részén sikeres volt a lemez, és nagy részt pozitív kritikákat kapott a nyers, klasszikus rock stílusa. A lemezről további két híres kislemez jelent meg, az It's Hard Life és a Hammer to Fall. Túl közel voltunk egymáshoz, időnként már alig tudtuk elviselni egymást. Ekkor úgy határoztunk, hogy lélegzetvételni szünetet tartunk egyedül dolgozunk, és majd akkor állunk össze újra, ha majd kedvünk lesz hozzá. Jó öt hónapos szünetet tartottunk egészen augusztusig. Ez idő alatt is sokat találkoztunk és beszélgettünk, de nem dolgoztunk együtt. Azt akartuk, hogy a következő albumunkat már teljesen más hangulatban csináljuk. Ez Brian May mondta. A The Works tourné után során felléptek a dél-afrikai köztársaságban is. Az ország a zenész szövetség bolykotja, bolykotja alatt állt az elnyomó apartheid rendszer miatt, ezért az együttes számos bírálatot kapott, amiért felléptek. Még az ENSZ fekete is felkerültek. Azzal védekeztek, hogy csak az ott élő embereknek akartak az órakoztatást nyújtani, bőrszínre való tekintettel nélkül. A The Works nem lett olyan sikeres, mint várták. Ami csalódást okozott az együttesnek. A folyamatos negatív kritikák és az amerikai sikertelenség miatt megnőtt a feszültség a tagok között, és mivel mind sötéten látták a jövőjüket, a közös munkát Félretéve minden tag a szóló munkáira koncentrált. A hosszú látványos szünet felkeltette a sajtó érdeklődését, és az együttes feloszlását emlegették. Ezt a holt időszakot a live való felkészülés törte meg. Eleinte szkeptikusan álltak a segély koncert ötletéhez, és részt sem akartak venni, de Bob Geldon végül meggyőzte őket. A próbákhoz egy londoni színházat béreltek ki, és elsőre begyakorolták az eladásokat. A koncert 1985. július 13-án zajlott le a Wembley-ben, az együttes főműsoridőben 18 től adta elő 20 perces koncertjét. Az előadott dalok a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a Hammer to Fall, a Crazy Little Call Love, a We Will és a We Are The Champions voltak. May és Mercury az esti ráadásban kettesben előadták még az Is World We című balladát. Több kritikus az esemény után majd évekkel később is a koncert legjobbjának nevezte a Queen előadását, és általános vélekedés volt, hogy a Queen ellopta a sót. A pozitív visszajelzések, valamint a közönség reakciója a tagok szerint is fordulópontot jelentett az együttes életében, bár előtte a szünet lehetőségét fontolgatták, ez meggyőzte őket, hogy van igény rájuk a zenei szakmában. A live hatására írták meg a közösen a One Vision kislemezt, ami Ebben az évben 85-ben jelent meg. A sajtó negatív kritikákkal illette, szerintük az együttes a live-ét koncertet övező felhajtás akarta kihasználni a siker érdekében. 1986-ban Russell Mulcahy rendező felkérte az együttest, hogy írjanak zenét a Hegylakó című filmjehez. Az abban az évben megjelenő Kind of Magic album dalainak majd felét a filmhez készült dalok tették ki, de ellentétben a Flash Gordonnal ezek teljes értékű pop dalok voltak, csak elvétve tartalmaztak részleteket a filmből. A rendezővel kötött meg értelmében, Mulciani rendezte az együttes Woe Wants to Live Forever és a Prince of the Universe című dalainak videoklipjeit. Utóbbi van a helyi lakó főszereplője, Christopher Lambert is megjelent. A lemezt vegyesen fogadták a kritikusok, de sok országban sikeres lett, és kislemes lágyerek sora jelent meg róla a Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Who Wants to Lie Forever. Amerikában javar javarészt érdektelenség fogadta, és a sajtó is gúnyosan írt róla, hogy így a lemezt követő Magic Tour csak Európába futott, mégis az együttes legsikeresebb és leghíresebb koncertturnéja július 27-én, hol máshol, mint a Budapesti Népstadionban is felléptek, ahol Mercury a tavaszi áros című népdalnak az egyik részletét. A koncertet filmre vették, és 87-ben a Live in Budapest címmel megjelentették VHS-en, valamint a mozikban is bemutatták. A koncerteken felvett dologból még abban az évben megjelent a Live Magic koncertalbum. 1992-ben a Live at the Wembley 86 album, 2003-ban pedig a Live at the Wembley Stadium DVD-n jelent meg. 1987-ben Mercury katalán operaénekes nővel, Monsterna Cabaléval közösen jelentette meg a Barcelona albumot, Taylor pedig saját együttest alapította a Queen mellett, ez volt a The Cross. Ekkoriban jelent meg az első pletykák Freddy egészségi állapotáról, ám erről nem nyilatkozott, senki sem volt hajlandó. 1989-ben jelent meg a The Miracle album, ez volt az első lemezük, amelyen közös döntés alapján már nem jelölték külön a szerzőséget, hanem minden dalnál a künt jelölték szerzőnek zeneileg egyszerű dolgokat tartalmazott, a hangszerelésben pedig nagy szerepet játszottak a szintetizátorok és a mintavevő készülékek. Vezető kislemeze az I Want It All rögtön a harmadik helyére került a brit kislemez listán, és további sikeres lágereket is tartalmazott a Breakthrough, a te a cím adott a és a Te the Man. Mercury egészségi állapotában már akkora már szemmel látható változás állt be. Arcán akkor már látható sebeket okozott a kaposi szarkóma, ezért barátja Jim Hutton tanácsára a borostát növesztett, hogy elrejtse. Megrendült egészségi állapotában nem vállalta, de Miracle album követő turnét, amely tekintve, hogy az album listavezető volt Angliában, mind az együttes, mind a szaksajtó és mind közönség számára értetetlen volt. 1990. novemberében az együttes lemezeinek amerikai forgalmazási jogait megvásárolta a Hollywood Records 10 millió fontért. Nem sokkal az esemény után a kiadó az összes fontosabb Queen albumot megjelentette CD lemezen. Ez az együttes amerikai eladásának ugrásszerű emelkedésében járt, sok lemezük ezután érte el a multiplatina státuszt. 1990-es évre Mercury állapota oly mértékben leromlott, hogy már kétséges volt megjelenni ke újabb stúdióalbum az együttesnek. A felvételek azonban folyamatosan zajlottak, Mercury a tempójázó szabba addig dolgozott, ami képes volt rá. Így megjelenhetett az utolsó albumok az Innuendo. Vezető kislemeze a, hát a cím szereplő, volt a harmadik angliai lista vezető daluk. Az album zenei megoldásai a kritikusok szerint az együttes korai stílusát idézték fel, ugyanakkor a közvetlen elődeihez hasonlóan egyszerűbb szintetizátoros hangszerelés jellemezte. A borítóján egy Grandville grafika alapján készítették el, hasonló stílusban készültek a kislemezek borítói is. 1991. októberében megjelent az együttes második alagatás, válogatás albuma, a Greatest Hills 2. Amerikában 92-ben jelent meg a Classic Queen néven, a két album világszerte több mint 15 millió példányban kelt el. 1991. november 23-án Mercury közleményben tudatta a világgal, hogy AIDS betegségbe szenved, majd másnap november 21-én elhunyt. Két nappal később szűk körben szertartás szerint elhamvasztották, a hamvai pedig ismereten helyre szállították. Halála után saját kérésére újra megjelentették a kislemezen híres dalát, a Bohemian rhapsody Angliában a dupla áldalas változatban, jelent meg a másik oldalán a These are the days of our life című dallal, és 5 hétig vezette a slágerlistát. A kislemeznek Amerikában is nagy sikere lett, amelynek részben a Wayne világa című végjátékban való elhangzásának köszönheti a Billboard Hold 100-as listán a második helyet. A kislemez összes angliai bevételét több mint 1 millió fontot a Terence Higgins Trustnek ajánlották. 1992. április 20-án a megmaradt tagok és Mercury tisztelői, barátai megrendezték a Freddie Mercury emlékkoncertet, ami szintén a Wembleybe volt. Az előadáson többek közt részt vett David Bowie, a Metallica, Axel Rose és Slash, a Def Leppard, George Michael, Elton John, Annie Lennox, Roger Daltrey és Robert Plant. A jótékossági akciót több ország televíziós szolgáltatója élőbe közvetítette. A befolyt pénzből megalapították a Freddie Mercury Phoenix Trust elnevezésű AIDS ellenes szervezetet, amely a mai napig működik. 1993-ban megjelent a Five Live középlemez, amely a Freddie Mercury emlékkoncerten koncerten George Michael által előadott dalokat és egy Liza. Stansfield-el előadott duettet tartalmazott. A kiadvány az első helyet ért el Angliában. Az együttes utolsó stúdióalbuma a Made in Heaven 1995-ben jelent meg. Nem tartalmazott új dalokat, valójában az együttes múltjára alapult. Mercury Taylor és May szóló dalai, valamint Mercury-vel az utolsó pillanatig készített, de már a halála után befejezett dalok szerepeltek rajta. Az együttes egyik legsikeresebb stúdióalbuma lett, világszerte több mint, világszerte 9 millió példányban kelt el, és olyan sikeres kislemezek jelentek meg róla, mint a Heaven for Everyone, a Too Much Love, Wilkie You és a You Don't Fool Me. 1997-ben megjelent a Queen Rocks válogatás ami az együttes rokkosabb dalait válogatta össze. Ezen egy új dal a No One But you és helyet kapott, ezután John Deacon visszavonult a zenéléstől, és az ezt követő projektekben sem vett részt. 1999-ben jelent meg a harmadik nagy lemezük, a Greatest Hits 3. Ezen a lemezen más előadók, például Elton John vagy Vichlef Jean dolgozták fel az együttes dalait. 2000-ben a Five nevű brit pop együttes Taylor-ral és mélyel együtt dolgozta fel a Weaver Acute című dalt, amely új megjelenésekor az első érte el a Bridge Lager listán. Taylor zenei irányításával, Ben Elton történetével és Robert De Niro közreműködésével 2002-ben Londonban bemutatták a Queen zeneire épülő Weaver Rocky Musical-t. A jövőben játszódó rock színdarab nagy sikert aratott az angol színházi világban, majd Ausztráliában, Spanyolországban, Németországban, Japánban és az Egyesült Államokban is színpadra vitték a Queen két tagjával személyes Felügyelete mellett. Brian és Roger Taylor szervezőként és zenei igazgatóként is közreműködött Nelson Mandela felkérésére, alapítvány étszótékossági koncert koncertsorozatának létrehozásában. Ennek keretében világszerte több szuperkoncertet rendeztek, ahol fellépőként is szerepeltek. Az első ilyen alkalommal 2003-ban Fokvárosban három új 8 témai bemutattak. A közönségnek is ez volt a The Call, a Say It's Not True és az Invitable Hope. 2004. november 11-én az UK OK Music Hall of Frame D. Kiosztan Taylor és May együtt zenéltek Paul rogers a Band Company és a Free egykori énekesével. A közös zenélés jól sikerült, ezért a három zenész 2005-ben együtt indult koncertezni Queen, plusz Paul Rogers néven. A koncertek lejátszás listája nagyrészt a Queen életműre alapult, de ezek mellett hangzott el pár band, company és free dal. John Deacon nem kívánt részt venni, a fellépéseken helyette Dean Miranda játszott a basszusgitáron, valamint fellépett velük Spike Enni billentyűs és Jimmy Moses gitáros is. Ugyancsak 2005-ben jelent meg a koncertet dokumentáló Return of the Champions koncertalbum és DVD. 2007. december 1-én jelent meg a trió első saját felvétele, a Say Is True kislemez, amit Roger Taylor kifejezetten a Nelson Mandela AIDS tudatosság kampányához írt. A dal ugyan már a korábbi években is elhangzott a koncerteken, de csak ekkor készültek el a stúdió felvételei, amelyen mindhárman egy-egy verszakot énekeltek el, hogy támogassák a kampányt egy hónapig internetről szabadon letölthetővé tették. Még ugyanebben az évben, 2007-ben bejelentették, hogy hármasban stúdió felvételeket kezdtek. Nyilatkozatok szerint Rogers nem lett tagja Quinnnek, csupán közös munkáról van szó, de az ő bluesos zenei világa is nagyban meg fogja határozni az új albumot. A lemezte Cosmos Rocks címmen 2008. Szeptember 15-én jelent meg el Európában. A zenei világa merőben eltávolodott a Queen örökségétől. Közelebb állt a Rogers klasszikus rock múltjához, a kritikusok pedig pár kivételtől eltekintve negatívan fogadták. Ugyancsak 2008 őszére tervezték a lemezbe mutató koncertet, melynek során az október, melynek során október 28-án Budapesten is felléptek. A koncertek nagy látogatottsága ellenére mind a lemez, mind a közös munkát visszafogott érdeklődés követte. Sőt, az egykori Queen rajongók közül sokan elutasították Roger személyét, ezért 2009 májusában bejelentették, hogy nem folytatják a közös zenélést. May és Taylor továbbra is aktívan zenélnek, gyakran közösen lépnek fel a Queen név alatt. 2009. novemberében újabb válogatás albumot adtak ki, a karrier összegzőnek szánt Absolute Greats albumot. 2010 nyarán bejelentették, hogy elhagyják az Emmy-t és az Island Recordshoz szerződnek, ahol újra megjelennek az együttes egykori stúdióalbumai. 2011. március 12-én az együttes megalakulásának 40. évfordulója alkalmában Stromstropen in Stilettos címmel kiállítás nyílt Londonban, amely az együttes korai éveit mutatják be. És hát véget értünk a Quinnnek a hosszadalmas történetével. Én nagyon remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket, kedves emberek. De még nincs vége a videónak, hiszen azért még mondok pár érdekességet, illetve a filmről is. Szóval mivel már lassan 40 perces lesz a videó, úgyhogy rövidre fogom be az egészet. Szóval 2018-ban jelent meg a Bohém Rapsódia film, ami Freddy életét mutatja be, meg illetve a Queen-nek a megalakulását, illetve a sikereit, ugye. Ö, nekem nagyon tetszett a film. Mai napig, hogyha van kedvem, újra megnézem. Illetve azt kell mondanom, hogy Rami Malek mint Freddie Mercury, egész egyszerűen nagyon passzolt hozzá, és hát nem hiába nyerte el a legjobb férfi főszereplének járó Oscar díjat. Nekem, ami az egész filmen, film, ami hatás gyakorolt rám, az leginkább a Live Aid koncert volt. Hiszen megnéztem ilyen összehasonlító videókat, és tő, tű pontosan ugyanaz volt, mint a valóságban. Mind a filmben, mind ugyanúgy, ahogy most kiegészítem. Úgyhogy érdemes megnézni a filmet, illetve csak annyit akarok még elmondani, hogy Adam Lambert is e, szokott szerintem e, munká e, besegíteni a queen de nem ugyanaz, mint Freddie Mercury-val. Én belehallgattam, hogy milyen, hát nem ugyanaz. Úgyhogy a videó elején, amit mondtam nektek, hogy írjátok le a kedvenc dolgokat tőlük, illetve, hogy mit gondoltok a filmről, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, hát remélem nem mondtátok szarra az agyatokat, Ö, az eddigi leghosszabb videó lett. Szóval, hogyha tetszett ez a videó, ne felejtsetek el lájkolni, like illetve fel is a csatornámra. Én Dombi voltam, a továbbra is továbbra is éleszek. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Szép napot kívánok nektek, szép hétvégét! Sziasztok!